Szórend és jelentés. Szerinted hányféleképpen tudnád átrendezni a mintasort? A három elemből 6 különböző sorrendet tudtunk létrehozni. Most játsszuk el ugyanezt szavakkal is. A szavaink a télünk kutyától. Láthatjuk, hogy matematikailag a három szóból is sikerült 6 kombinációt létrehoznunk. Ám azt is megfigyelhetjük, hogy ha mondatként szeretnénk őket összeolvasni, akkor a 6-ból csupán 2-nek van jelentése. Mi az, amit felfedezhettünk? A mértani alakzatokkal ellentétben bizonyos szavaknak kötött helye van a mondatban. Ha ezek nem a megfelelő helyre kerülnek, a mondat értelmetlenné válhat. A mi példánk esetében ilyen az a szavunk. A mondat értelmes, ha az a szavunk a kutyától szó előtt áll, ám láthatjuk értelmetlen, ha a félünk szó előtt helyezkedik el. Vizsgáljunk meg más hasonló esetet is. A megadott szavakkal létrehozzunk egy értelemmel bíró mondatot, majd egy olyat, amilyet magyar anyanyelvűek nem mondanának. Megfigyelhetjük, ebben az esetben a miatt szavunknak van kötött helye a mondatban. Emlékezzünk vissza arra a két mondatra, amelyet természetesnek véltünk. Félünk a kutyától, a kutyától félünk. Mindkettő értelemmel bír, ám vajon ugyanazt jelentik? Félünk a kutyától azt jelenti, hogy tartunk tőle. A kijelentés a következő beszédhelyzetben képzelhető el. A kutyától félünk mondatunk azt jelenti, hogy a kutya az, amitől félünk, nem valami más. Ez a mondat a következő beszédhelyzetben képzelhető el. Megfigyelhettük, hogy az azonos szavakból álló, ám különböző szórendű mondatok más-más információt közölnek, emelnek ki. Vizsgáljuk meg más mondattal is. Andris kilocsantotta a teát az asztalra. Az asztalra locsantotta ki a teát Andris. A teát locsantotta ki Andris az asztalra. Andris locsantotta ki a teát az asztalra. Láthatjuk, hogy mindenik mondat ugyanazokból a szavakból tevődik össze, ám a mondatok szórendje különbözik. Nézzük, mit jelentenek ezek a mondatok. Az első mondat jelentése, hogy egy Andris nevezetű személy kiöntötte a teát az asztalra. A második jelentése az, hogy Andris a teát az asztalra locsantotta ki, nem pedig máshova, mondjuk a székre. A harmadik mondat jelentése az, hogy a teja az, ami kilocsant, nem pedig a víz. Az utolsó mondat jelentése pedig az, hogy Andris volt az, aki kiöntötte a vizet, nem valaki más. Mi az, amit megfigyeltünk a mondatok kiejtésében? Rájöhettünk arra, ha a mondat szórendje változik, akkor annak a jelentése is változni fog, és a hangsúlyozása is, hiszen a legfontosabb információt tartalmazó szót erősebb nyomatékkal ejtjük, mint a mondat többi szavát. Mi az, amit a videóból megtanulhattál? Megtanulhattad, hogy a magyar nyelv megfigyelése igazán jó munka. Javaslom, készíts jegyzetet a videóban elhangzottakról, és kamatoztasd gyakorlatban a szórend és jelentésről szerzett ismereteidet.